Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a videóban, amiben átvesszük, hogy az MVK milyen intézkedéseket tett a koronavírus járványhoz kapcsolódóan. Most itt magáról a koronavírusról nem fogok beszélni, egyrészt mert ma a Csabó és ezt más másrészt meg nem értek hozzá is, nem akarok okoskodni olyan dolgokról, amikhez nem értek, úgyhogy inkább nézzük az MVK-nak a, a intézkedéseit. Hát a legelső intézkedése igazából az volt az MVK-nak, hogy felfüggesztette az első ajtós felszállást. Ez nem azt jelentett, hogy nem, lehet az, nem lehetett, az első ajtón felszállni, hanem az, hogy az összes ajtón fel lehetett szállni. Ugye azelőtt a buszok esetében nagyon komoly és nagyon szigorú első ajtózás volt, tehát például a hátsó ajtók addig nem nyíltak ki, amíg az összes utas az első ajtóhoz oda nem ment. Hát azért valljuk be, Miskolcon erre volt is szükség. Ugye ezt felfüggesztették, hogy ne mindenki az első ajtón szálljon fel, a következő lépés az volt, hogy az ügyfélszolgálati iroda bezár, és azon túl csak telefonon, illetve e-mailen lehetett elérni őket. Aztán ugye szépen a többi város már elkezdte bevezetni azt, hogy lezárják az első ajtókat a buszokon, villamosokon, vagy villamosokon pont nem, de hogy az MBK is úgy gondolta, hogy hát ez egy olyan dolog, amit követni kéne, és hát innentől két egy megy tovább a cselekmény a villamosok és a buszok terén, szerintem inkább kezdjük a buszokkal, Hát az első megoldás csak az volt, hogy a, nem nyitották ki az első ajtókat a buszok, a, a jegyértékesítés is felfüggesztésre került így, viszont akkor még nem volt semmiféle kordon, meg ilyesmi. Itt az MVK úgy oldotta meg, hogy ne szálljanak fel az első ajtón, hogyha például úgy volt egy megálló, hogy volt ott egy bokor, rögtön a megálló után, akkor úgy állt meg, hogy az első ajtó bokornál legyen. Szóval, hogy így, így oldották meg. Hát érdekes volt azért, meg nyilvánvalóan nem minden megálló ilyen, tehát ahol például közvetlenül az út mellett van a járda, és nincsen bokor meg ilyenek, ott hát azért volt benne a kavarodás, hogy az emberek ott álltak az első ajtónál, és nem igazán vették észre, hogy hátul kéne felszállni. Szóval az MVK úgy döntött, hogy meghozza azt a lépést, amit ekkor már az összes városnak a helyi közlekedési vállalata meghozta, hogy lekordonozza az első részt. Nos hát ez a lekordonozás is elég érdekesen ment. Facebookon el is kezdett eljárni egy kép, Arról az igazi lóbacsit MVK s megoldásról, szóval ezt úgy kell elképzelnetek, hogy a BKV-nak a tájékoztató papírját, azt egy A4-es papírra fekete-fehérbe kinyomtatták, és azt oda celuxozták valahogy. Hát tipikus MVK-s igénytelen megoldás igazából. Aztán persze ez nem, nem volt önnek túl jó vicc, ha hát nem túl jó fényt vetett az MVK-ra ez az egész megoldás. Ja, hozzá kell tenni amúgy, hogy ez egy neoplán buszon történt, és hogy ezzel kapcsolatban az első ajtón volt két darab fekete szikszalagból odaragasztott X, és így ennyi volt a tájékoztatás. Most az MVK lépett, rájött, hogy ez nem igazán a legjobb megoldás így, úgyhogy végül egy olyan megoldást választott, mint amit az összes többi közlekedési vállalat is, hogy ugye teljesen elkerítés tesz az első ajtókra kívülre ilyen, ilyen tájékoztató papírokat. És ugye itt már egy sokkal kultúráltabb megoldást választottak. Egyrészt a papír az már nem a BKV-nek a papírja volt, hanem az mvk csinált önmagától is egy ilyet. És ezeket már nagyobb méretben nyomtatták színesbe, és le is laminálták, úgyhogy ez már egy sokkal jobb megoldás volt. És hát úgy az, hogy ilyen piros, fehér szikszalagra nem telt az emlékenek, szóval a szőke szikszalaggal oldották meg. De ez a fotó, amit most látok, na igen, ez a, ez a minta, hogy így kéne kinézni. Nos, hát voltak buszok, ahol ez nem teljesen így sikerült. Például volt olyan busz, ahol úgy oldották meg, hogy a papírnak arra az oldalára tették a szikszalagot, ahol a nyomtatás van, és így a, és így a papír alsó meg felső részén igazából így minden le lett akarva, ami volt nyomtatva. Hát nem tudom, hogy ezt kigondolta úgy, hogy ez így jó, és hogy ezt így kell feltenni, Szóval, hogy végül így oldották meg, de hát ez mondjuk persze lehet mondani, hogy szövetszállhatás, mert hogy ott csak ilyen kis elérhetőségek vannak meg, mit tudom én. Most hát, ugye mutattam eddig a fotókat, hogy ugye oda tették ezt a barikádot, mint bármelyik más városba Most hát ez nem minden busznál volt így, ugyanis valamelyiknél így előre tették teljesen. Tehát annyira, hogy például az első ülésekre még simán oda lehetett ülni. Nos hát, ez sem a legjobb megoldás, majd hogy, na mindegy, érdekes az az egész. És akkor az MVK is rájött arra, hogy hát ez így nem igazán a legjobb megoldás, és mit csinál bármelyik normális közlekedési vállalat, hát leveszi onnan és hátrébb rakja. Na és mit csinált az MVK? Celux. Szóval leceluxozták ott hátul, ahol amúgy kéne lenni a tájékoztató táblának, illetve a kettő közé ilyen vízszintes X alakba is tettek oda celuxokat, aminek nem tudom, hogy mi értelme van, de hát az MVK-tól láttunk már azért érdekes dolgokat, ez egy közülük. De pár busz esetében még itt sem ért véget a történet, ugyanis erre a hátsó celluxos elkerítése oda tették megint a BKV-nak a fekete-fehérbe A5-ös méretbe kiomtatott kis papírjait, és így egyszerre volt ott az mvk tájékoztató, meg ez a bkv is, csak mondjuk a bkv is volt közelebb az emberekhez. Szóval ez így elég érdekes volt, de hát lényegében funkcióját tekintve működik. Na, és akkor ugye ezt is így megoldották, és így már mondjuk Mondjuk azt, hogy elérték azt a szintet, mint amit a többi város ma olyan két, két és fél hát elért, na mindegy, a villamosok. A villamosok esetében ez sokkal érdekesebb, mert egyrészt ott nem is értem, hogy ott minek kell ö, lezárni. Tehát ott a villamos vezető fülke az majdnem, hogy egy hermetikusan elzárt, jó, nyilván nem, de hogy elég jól elzárt valami. De ott is kitálták azt, hogy az első ajtó nem lehet felszállni, nem nyílnak az első ajtók, oké. Azt amúgy meg is értem, hogy jegyeket ne adjon, de hogy. Ezt nem igazán értem. És akkor kinyomtattak ilyen kis papírokat, és kiragazgattak oda a villamosnak az oldalára. Meg, hát amit én nem igazán értek, persze a jelzésértékű, meg mit tudom én, hogy végig úgy mennek így a villamosok, hogy az első ajtóknál ég a, a narancsárga lámpa, ami ugye egy normál esetben akkor ég, amikor záródik be az ajtó. Viszont azt nem értem hogy a villamosok esetében belőre nem tettek ilyen barikádot. Szóval láthatjátok, hogy ott simán oda lehet menni a vezetőfülke mögé, ami mondjuk teljesen logikus, miért lehetne oda menni, hiszen állóhely, meg minden, meg amúgy is a vezető ott eléggé védve van, azért eléggé zárt az a fülke, de ennek ellenére, hogy ott állnak az emberek, ott állnak múgy az emberek, ennek ellenére valamiért egyszerűen nem, nem tettek oda barikádot, szóval ugyanúgy oda lehet ment. Szóval ennek mi értelme volt? Jó, jegyet ne adjon, de na mindegy. Szóval most jelenleg úgy néz ki, hogy felszállnak a második ajtón az emberek, és oda mennek az első ajtóhoz, és ott utaznak. A monitorokra is, vagy hát ezekre az utas utastájékoztatók jelzőkre is, mármint hogy a szabad írtak egy ilyen feliratot, ez az a felirat, ami Facebookon is kint van, meg mindenhol, ez a tájékoztatás, hogy felfüggessük a jegyértékesítésbe, blablabla, bla, bla. és akkor csináltak egy ilyen bemondást is, ezt most meg is hallgathatjátok. A különleges járványhoz napcsoport intézkedése részekén, a járvővezetők végelményekében átvenetileg az autóhoz mondása minden nem írja meg az első vártót, vagy nálatokat a persze ez a bemondás, ez egy tök jó ötlet tényleg, csak én felszálltam valamelyik nap az egyes buszra felső majláton, leszálltam a búzatéren, és ezen az útvonalon egyetlen egyszer az úgyőri főtérnél mondta be. Másik példa, felszálltam felső majláton a végállomáson a villamosra, egyes villamosra, a centrumig mentem vele, és ezen a távon csak kizárólag a centrum előtt mondta. Szóval a felső majlát villanyrendőr távon egyetlen egyszer nem mondta be ezt a bemondást. Nyilván nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy minden megállóba ezt mondjogassa, de azért ez kicsit furcsa számomra. De ez amúgy már többször is érzékelhető volt az mbk nál amikor a Tour de Angris bemondás volt, az is kb. ilyen volt, hogy vadászni kellett, hogy lehessen hallani. Amúgy a drasztikusan megcsökkent utasforgalomhoz kapcsolódóan, illetve a többi városhoz, illetve a volánhoz hasonlóan, itt is menetrendi ritkítások léptek életbe. Mondjuk ez az első menetrendi ritkítás, amit legelőször bevezettek, ez szinte amúgy még egész elfogadható volt. Igazából itt amiről szó van, az az, hogy Szombati menetlen szerint jár az 1-es, a 3-as, a 3-ás, a 4-es, a 6-os, a 7-es, a 9-es, a 11-es, a 16-os, a 19-es, a 21-es, a 28-as, a 280-as, a 29-es, a 30-as, a 31-es, a 32-es, a 34-es, a 35-ös, a 35-eres, a 38-as, a 67-es, a 68-as, illetve az ósan 1 és ósan 2-es busz, ami amúgy szerintem egy abszolút vállalható kompromisszum, csak hogy szemléltessem, hétköznap napközben ennyien vannak az egyes buszom. Egyáltalán nem fog közlekedni az ML járat, ami hát az valljuk be elég logikus, ugye az ML járat az arra való, hogy az egyetemet összekösse a Tiszai pályaudvarral, ami ugye a város főpályaudvara, illetve a Búza térrel, a Valambus pályaudvarral, és mivel most az egyetemeken nincsen oktatás, ugye ezért gyors járat, tehát ez máshol nem áll meg, csak a, tapolcai elágazásnál ezen kívül, szóval ennek a célja az az egyetem kiszolgálása, és mi most az egyetemen nincs oktatás, ezért elég logikus, hogy megszűnjön. Amit viszont nem nagyon lehet érteni, hogy a 101 b és az miért szűnik meg, mert most az is megszűnik teljesen, amellett hogy a 21-es szóval aki ezt a viszonylat párt használja, annak azért ez nem lesz egy könnyű időszak. A következő lépés az MVK részéről az volt, hogy lállítja a légkondicionáló, illetve a fűtőberendezéseket. Mondjuk légkondit azt nem tudom, hogy ezt még kellett itt kiemelni, úgyse használták még eddig. Fűtőberendezéseket is ugye leállították, mert hogy által ezen keresztül is ugye a levegő keveredhet és így a vírusok terjedhetnek. Ami persze oké, csak Csapidó valamelyik nap reggel konkrétan esett a hó, és ugye köztudott, hogy a vírus az hidegben sokkal jobban terjed. Szóval valamilyen szinten érthető, de sokkal jobb megoldás lett volna az, amit mondjuk még Magyarországon nem vezettek be, de külföldön már több helyen, hogy pontosan így a légcserélő berendezéseken keresztül feltöltlenítik a levegőt, tehát ezekbe a berendezésekbe építenek be ilyen fertőtlenítőket. Úgyhogy ez egy jobb megoldás lett volna, bár nyilvánvalóan még ezt meg lehet később csinálni, meg mondom, ez még egyáltalán nincs a Magyarországon, szinte meg is várjuk el, hogy az MBK iránymutató legyen ebből a szempontból. Szóval ez az intézkedés persze érthető, illetve most már azért elég meleg van, szóval ezzel szerintem úgy annyira nem lesz probléma. A következő lépés az MVK-tól az volt, hogy bejelentette, hogy a nagyobb forgomú villamos és buszmegállókat elkezdik fertőtleníteni, most merül fel a kérdés, hogy eddig miért nem. Tehát, hogy ezt most jelentették be amúgy ezen a héten, valamikor ugye a hét vége felé, és hát persze jobb később, mint soha, de azért ezt elkezdték volna már. A következő intézkedés az egy még jobban megritkított menetönt bevezetése volt, Ugye láthatók, hogy az előző menetrend esetében igazából csak munkanap változott a menetrend, viszont most már hétvégén is ritkították, ami hát azért valljuk be igazából érthető, főleg most így a kiárási korlátozásnak a hatására. Viszont így vannak már olyan járatok, ahol a menetrendritkítás akkora mértékű, hogy ott már konkrétan tömeg van a buszokon, és ugye pont ezt kéne elkerülni, meg ugye másfél méteres távolság, meg ilyenek. Szóval... Az előző menetrend esetében azt mondtam, hogy egész tűrhető. A nagy többségben amúgy ez is, mert tényleg tehát valami hihetetlen, hogy hogyan esik vissza a kihasználtság, de azért vannak járatok, látni Facebookon fotókat, ahol azért ez problémákat fog okozni. A következő az az volt, hogy bejelentették, hogy a napi feltöltlenítés része lesz az ozon való feltöltlenítés, ami alapvetően örömteli tényleg, erre nem lehet egyszerűen rosszat mondani, ez egy jó dolog. A következő, Amúgy szintén egy eléggé jó és örömbeli dolog az volt, hogy végre bevezették az elektronikus jegyrendszert, ami egy jó dolog, viszont hát ugye ez eléggé egy ilyen kapkodós bevezetés volt, illetve ugye most a vészhelyzet hatására vezették be, és nem tudom, hogy egy ilyen ennyire gyorsan kifejlesztett valami hogyan tud működni, és már most vannak eléggé komoly hiányosságai, például a miskóckártyás kedvezményt az életbe sem, hogy nem lehet érvényesíteni, ami hát érdekes, szóval ebből a szempontból ez már nagyon sok embernek már így használhatatlan, ebből a szempontból is, illetve hát nyilván azok tudják használni, akiknek bankkártyájuk van. Tehát egyszerűen más mód nincs. Bankkártya is kész, nem lehet se pépállásra, se, semmi ilyesmivel fizetni, bankkártya. Ami még egy, amúgy szintem tök jó pofa megoldás, hogy tettek ilyen kis tájékoztató papírokat a villamosokra, ezzel az az egy probléma van, hogy ezek a plafonon vannak. Szóval mire én végigolvastam, én nyomgörcsöt kaptam, szóval én ezt nem is tudom, hogy gondolták, és én még viszonylag magas is vagyok, de például egy idős hölgy, aki, hát azért valljuk be, nem a legmagasabb emberek közé tartozik, azt szinte el se tudja olvasni, szóval nem tudom, miért nem lehetett volna, hogy lejjebb rakni, például a csuklóhoz, ott szerintem elfért volna. Amit én még nagyon nem értek, hogy ugye most az első ajtókon nem lehet felszállni, viszont például a végállomásokon csak a második ajtót nyitják ki sok esetben. Tehát a harmadik, illetve a csuklós buszok esetében a negyedik ajtót nem nyitják ki. De ezt amúgy a volán itt csinálja. Jó, mondjuk ők jobb buszokkal. Egy pénztárakat nyilván nyitva tartják, mivel így nem lehet se a járműveken ígyet venni, automaták meg Miskolcon nincsenek, szóval és az újságosok, meg különböző ilyen árusítási pontok meg ugye bezárnak három után, Szóval, hogy a jegypénztárakra nagyon-nagyon-nagyon szükség van. Hát itt őt vissza az, hogyha nincsen automata. És persze, mo most már van ez az elektronikus jegyrendszer, de ezt kiváltani nem fogja a papírlapút, ez teljesen egyértelmű. Már csak az előbb említett Miskolszkátyás, illetve egyéb hiányosságok miatt se. Persze együtt tök jól tudnak működni, de teljesen kiváltani nem fogja. Na mindegy szóval a jegypénztárak azok nem változtak, ami abból a szempontból szomorú, hogy nem is tartanak nyílt Ami hát mondjuk elég érdekes, Na igazából ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor azt jelzd egy lájkkal, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a többi videóról. És hát nem tudom, ha link lesz valami intézkedés az MVK-nak, arról majd lehet, hogy csinálok videót. Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok!